Hát, hogy mindenkinek rá vagyok, és folytatjuk a mi kis Minecraft sorozatunkat az előző epizódban. Nos, állik felfegyverkeztünk, úgy van. Azt mondta a haver is, hogy úgy van. És megnéztük azt a barlangot, ami a bányánkban van, ami odaállt az utunkba. És igazából, amivel el szeretném kezdeni a mai epizódot, az az, hogy van itt ez a halász, és ugye csinálja a halász dolgokat, viszont 21 darab szénért nekünk rengeteg smaragdot, már egyet pontosabban, de az igen sok, szerintem. Mármint ahhoz képest 21 szénért, és szenet szinte semmi pénzért lehet szerezni, az szerintem igen sok. Bocsi. Mondtátok nekem, és tök jó, köszönöm szépen, hogy a nyúlbört fel tudjuk használni, mégpedig arra, hogy csináljunk belőle rendes bört. Tehát, hogyha fogunk 4 darab nyúlbört és összekraftoljuk, akkor lesz belőle rendes bőr. Amit tök jó tudni. Valahol emlékeztem is rá talán, de ennek ellenére köszönöm szépen az infót, és szia! Örülök, hogy te is bejöttél, kedves halász! A mai epizódban egy kicsit el szeretnék kezdeni. Gratulálok, Ryder, járok ex. Igazából így is bőven elég ez. Kicsit el szeretnék kezdeni farmeramázni. Farmerama még létezik? Vagy egyáltalán? Farmville, Istenem, mi vagy te macska? Farmville szerintem még létezik, de farmerama létezik. Oké, szóval a mai epizódban azt szeretném csinálni, hogy fogom magam, elvök ide a tehenek mellé, és építek ide egy picike kis területet. Igazán picit, tényleg nem valami nagy dolgot, vagy valami hatalmasat, vagy ilyesmit. Csak egy picike kis területet, ahol szeretnék magamnak, itt lesz a lyuk, így. Fuck. Ezeket le kell így bontani, az gáz. Ide szeretnék tenni már egy kis vizet mindjárt. És oda szeretnék egy icike-picike kis búzafarmot tenni, mert ugye, mint ahogy mondtam nektek, azzal nagyszerűen, mert ott maradt, azzal nagyszerűen tudjuk majd a teheneket szaporítani, és akkor lehet mindig kajánk, mert igazából olyan sok kajánk most per pillanat nincs, ami kicsit problémás. Igen, tehát ez már szárad is. De ne féljetek, mert megoldjuk. Most már hidratálva lesz, és gyönyörű lesz. Majd meglátjátok. Oké, tehát így eddig megyünk ki. Mint mondom, gyönyörűen hidratálva lesz majd. Jobb klik. Oké. Elbasztuk. Jobb klik. 3-3-3, ide még kell egy. Elméletileg ezt az egészet, az egy darabka kis víz, annak az egy darabka kis víznek itt hidratálnia kell, és ezért az látszik, hogy ez igen nagy mennyiségű búza. Mármint nagy mennyiségű búzának ad lehetőséget. Bőven elégnek ahhoz, hogy mi szép kis búzafarmot tudjuk csinálni, és fent tudjuk tartani a teheneinket. Mert hát van mennyi? 3 steakünk. A 3 steak az nem olyan sok, tehát azzal nem mennék neki a hegynek, és nem vándorolnék nem tudom mennyit. Ami csak azért probléma, mert hamarosan vándorolni fogunk nem tudom mennyit. Mivel, hogy szeretnék ragacsokat szerezni. Tehát szerintem már eljutottunk oda. Tehát szerintem már eljutottunk oda felkészültség szempontjából, hogy bőven nyugodtan képesek vagyunk arra, hogy utazzunk messze, nagyobb távolságokat valamilyen irányba fölmagunkat, és akkor így elindulunk. És
Ezért el szeretnék utazni, hogy találjunk egy pár ragacsot, mert ugye azok kellenek ragacsos dugattyúkhoz, ugye pisztonokhoz, nekünk. És azok pedig mindenképp kellenek, mindenképp szükségünk van rá, hogy tudjunk szép vöröskő építményeket építeni, vöröskő dolgokat építeni magunknak. Tehát ez már meg is nőtt, te király vagy. Oké. Nagyszerű. Így mondjuk sokkal gyorsabban fog nőni a dolog. Mindenképp. És lényegében azért építettem ilyen messze ezt a kis búzafarmot, mert itt biztonságban vagyunk. Itt biztonságban vagyunk azok attól, hogy jönnek a falusiak, és akkor gonoszul leszedik, mert tehát ők olyan rosszak, tudjuk mind nagyon-nagyon jól. Én csak páran kaptuk, jó? Tessék, így. Oké, legyetek boldogok. Majd le fogok titeket vágni. Egyszer, ne aggódjatok. Totál nem kell aggódni, majd totál levágok titeket, és akkor meg fogtok halni. Mind. Mind. És igen, tehát ez a célom, hogy legyen egy csomó steakünk. És akkor ezzel a steakkel fogjuk magunkat, elmegyünk valahova, felfedezzük a területet, meg persze egy csomó nyírat is csinálnak, még legalább kéne mondjuk 3 stack. Nem tudom, hogy ez most így megvalósítható. Most per pillanat biztos, hogy nem. De szerintem idővel gond nélkül. És ezen kívül még szeretnék majd először is egy iránytűt, mielőtt elmegyünk így mindenfele. Egy iránytűt. Wow, Ryder, gratulálok. Egy iránytűt. Opcionálisan egy órát. Ami azt jelenti mondjuk, hogy iránytűre rá kell keressek a wikin. Tudom, hogy van benne vöröskő. Vöröskő, talán egy óra is? Valamiért van egy olyan érzésem, hogy az iránytűhöz kell óra. Tehát, hogy 4 vöröskő, ilyen gyémánt alakban, és alatta pedig, vagy alatta közepében benne pedig egy óra. Valamiért ez a kép van meg a fejemben arról, hogy is kell neki nézzen egy iránytű órát, de ezt nem kellett volna. De lehet, hogy totál nem így van. Csak én vagyok a hülye. Ezt még valahogy meg kell javítsak szerintem, mert ez mindig nem olyan jó, mint amilyen kéne legyen. Hát, hogy én most jövök, itt most ez sikerült, de hogyha egyszer egy pillanatba beérem magam, akkor már elkezdek blokkolni, és ha elkezdek blokkolni, akkor az már nem kerül oda tovább. Tehát ez nem tudom, ezen kicsit talán kicsit még dolgozni kellene, de én biztos vagyok benne, hogy a Mojang az dolgozik rajta, és meg lesz majd oldva hamarosan. Jól van, ezt tegyük vissza, erre nincs szükség. Nincs még tökünk. Ami pedig kellene, ugye mint az, azt tudjuk. Hiszen a tökkel tök jó dolgokat lehet csinálni. Nem, tehát a tök az arra kellene, hogy meg tudjuk csinálni a hógólemet. Ugye azt hógólemnek hívják. Valószínűleg, hogyha van vasgólem, akkor valószínűleg a másik az hógólem, mivel hogy hóból van, és a vasgólem pedig vasból csirke. Láttam, hogy moonwalkoltál oldalra, ami nem igazi moonwalk, tehát nem voltál annyira szupersztár, de akkor is meg kell haj. Minden csirke meg kell haljon egyszer. Oké, téged megvédett a bokor, a fű, de nem sokáig. Így sokkal könnyebb, így annyira sokkal könnyebb állatokat ölni, hogy együtt is meghalt. Sokkal egyszerűbb az egész. Hát tudom, hogy te életben maradsz. Rád 2 ütés kellett szánni, az már bőven sok. És te majd elmondottad a többieknek, hogy mit tettem. Féljetek, menjetek el innen, mire legközelebb jövök, ne egyetek itt. Ami lehet, hogy holnap lesz már, mert esteledik. Mondjuk igazából kibírnánk itt az éjszakát. Legyünk vadak, maradjunk itt kint is. Próbáljuk meg itt kint túlélni, miközben felfedezünk? Valamerre? Legyünk-e vadak? A nap kérdései Ryderrel. Oké, tehát ilyen helyre azért nem megyünk be.
De attól még nem biztos, hogy fel kell adni a vadságot. Oké, ugrani akartam, csak nem sikerült. Mondom, ugrani akarta. Ja? Csak nem sikerült. Oké. Az itt maradsz? Mert ahová csak látok ezen a szíden, mindenhol erdő van, és hasonlók. Ugló művész Rider, jó? Tehenek, azokat meg kell ölni. Az kétség kívül, azokat meg kell ölni. Mert kaja, mert nyers marhahús, és az fontos. Fontos, még mindig azt tartom a legjobb kajának. Lehet, hogy nem így van, ez, hogy nem az a legjobb kaja, hanem a csirke, talán a csirke, de nem vagyok benne biztos, szóval értetek. Oké, tehénrekt. Egy tehénrekt. Please, tehén, hajj meg, csak hajj meg. Könnyebb lesz, hogyha meghalsz, könnyebb lesz neked. Hogyha csak fogod magad, és meghalsz. Nem lesz olyan rossz. Oh, hey! Hey, kis szemét! Igazából nem bír el olyan sokat ez a pajzs. Tehát ennek a pajzsnak mindjárt vége, majdnem vége. Ami nem jó. Ami nem jó. A legjobb tudomásom szerint meg se lehet őket javítani, ami még rosszabb. Oké, ti csirkék, ti életben maradtok, mert már félek, hogy el fog törni a pajzsom. Please. Please, engedj ki. Please. Please, engedj ki. Köszönöm. Please. És ez egy valós félelem, hogy eltörik a pajzsom szerintem. Ott egy creeper, ott egy enderman. Oké. Szia, creeper. Áú, oké. Ne nézz rá az endermanre. Ne nézz rá az endermanre, mert ha ránézel az endermanre, az enderman megöl. Bocsi, malac, finom a húsod. Ott egy ijász. Áú. Oké. Meghaltál, hopp. Istenem, te miért? Te miért? Kerül sokkal többe, mármint sebzés szempontjából. Ott vannak lovak. Totál nem tudom, hol vagyunk. Az gáz. Ó, tök. Oké. Nem számít, hol vagyunk. Van tökünk. Nagyszerű. Már egyáltalán nem számít, hol vagyunk. Már haza fogunk tudni találni. Paci? Én ezt a helyet ismerem. Azt hiszem. Ez itt láva, igaz? Hol a fenében vagyunk? Ez a baj az erdőkkel. Kutyák! Megölöm, ne aggódj, megölöm neked, jó? És akkor spanok leszünk. Poke, please, hajj meg, poke, please, hajj meg, köszönöm. Oké, kutya? Ó, kutya! Ó, gyere, lógj velem! Ó, kutya, please! Kutya, please! Ó, nem lógsz velem, nincs több csontom, ne haragudj! Adnék neked rengeteg sok csontot, kutyus, de nincs több csontom. Ne haragudj, tényleg. Őszinte bocsánat kérésem, meg ilyenek. Istenem, hol a fenében vagyunk? Hol a fenében lehetünk? Malacok? Ez nekem nem mond sokat, hogy malacok. Meg folyó. Folyó darabka, aztán domb. Ez mindenhol ilyen az egész szíd. Az egész szíd ilyen. Ott van egy kis zombi. Azt hittem, hogy zombi bébi, de nem, rendes zombi. Áú. Ez így nekem nem mond sokat. Sőt, szerintem már totál rossz felé megyünk. Ott van egy ijász.
Aki nem vett észre, boom, get wrecked. Áó. Milyen taktikád van? Wow, milyen taktikád van. Tudnám, hogy merre kell hazamenni. Fú, de boldog is lennék. Akkor legalább nem lenne éjszaka. Mondjuk nem az, mert nem félek, mert három ütés is meghalnak, de... Négy. Na jó, akkor négy. Nem az, de nem, hogy félek valamitől, vagy ilyesmi, csak... Jó, Enderman, attól félek. Attól azért még félek. Csak jó lenne hazajutni egyszerűen. Oh, please. Oh, please, ne. Oh, please, ne. Oh, please, ne már. Tudnánk építeni magunk alá? Á, nem, mert nincs elég dolgunk. Azt akartam mondani, hogy tudnánk építeni magunk alá valamit, amivel felmetnénk jó magasra, és akkor széjjel tudnánk nézni, hé, szia. Nézd meg, hogy érdekel-e, hogy lősz rám. Nézd meg, hogy érdekel-e. Megmondom neked, nem érdekel. Áó, oké, köszönöm, ez jól jött. Ez most tök jól jött. Jobban haladok legalább. Oké. Creeper, szia. Creeper, szia. Áó. Oké, nézzek, hogy érdekel-e. Nézzek, hogy érdekel-e. Engem most csak az érdekel, hogy hazajussak. Most ez nem érdekel, hogy rám lőttök meg, mit tudom én, ezen gyerekes. Nem, merre lett az a haza? Iti haza. Én is haza, de az merre van? Tehát valahol átjöttünk egy másik... Átjöttünk az erdőn valahogy. És rossz irányba. A Minecraft zene, ez pont idei lesz. Elveszett zene. Ez kenyőn az elveszett szám, elveszett dal. Hopp. Oké, meg tudtuk csinálni. Nem hittem volna, hogy megsikerül. Nem hittem volna, hogy sikerül, de sikerült, ami tök király. Büszke vagyok magamra. Háton is veregettem magam érte, mert nagyszerű volt. 3 pontos ugrás volt. Hogy áll az éjszaka? Már nincs, kb. Attól az még nem segít rajtunk, hogy nincs éjszaka. Attól még az nem segít rajtunk, mivel, hogy mindig el vagyunk tévedve. Szia, Creeper. Boom. Ha nem robbantál fel, az gáz. Fel kellett volna robbanni, ilyesd meg. Ó, fekete ló. Fekete paci. Oké. Használjuk a csodálatos elménket. Valószínűleg valamerre arra fel kell menjünk. Én úgy érzem, hogy valamerre arra fel kell menjünk. Úristen, itt csak erdő, erdő hátán. Ott van egy csomó-csomó farkas. Oké. Okay. Oké, okay, tehát menjünk itt át ezen a dombon. Meglátjuk, hogy itt mi lesz a másik oldal. Talán, mint hogyha úgy érezném, hogy erre fele kell menni. De lehet, hogy rosszul érzem. Lehet, hogy rosszul érzem. Teljesen el vagyok tévedve. Mert tehát tényleg az van, mint a rendes igazi erdőkkel a valóságban, hogy egyszerűen állunk ott megy le a nap. Bocsánat, ott jön fel a nap. Akkor én rossz felé megyek. Én akkor arra felé kell menjek. Áó. Azt hiszem. Oké, okay, zombie please. Én azt hiszem, hogy arra felé kell menjek, mivel hogy nyugat felé van a... Akkor, Istenem, akkor csak jó felé mentem, ott jön fel a nap. Jól van, de hölgyeim és uraim, ugye most itt szép új napra villattunk. Szavak, Ryder. Virrattunk. És a kérdés az, hogy vajon hazajutok-e? Ha szeretnétek tudni a választ erre a kérdésre, akkor a következő epizódban találkozunk. Mivel lesz lett az időnk. Ryder voltam. Hamarosan találkozunk, de addig is. Játsz tovább!